Ilyenkor vagyok mindig a legboldogabb, amikor két gyönyörű, mosolygós hölgy van itt velünk a stúdióban, Ladányi Andrea, táncművész, koreográfus, rendező, színész, az mind ide van nekem sorolva, és Fekete Melinda, egy tüneményes kislány, és hogy miért vagytok itt, mert hogy a Móricz Zsigmond Színházban Lázár Ervin, Szegény Johnny és Árnika bemutató, amit ugye Andrea te rendezel, és hát gondolom én azt, hogy Melinda, te pedig szerepelsz benne. Talán Árnika, a Szépséges király kisasszony lesz ez a hölgy? Nem, hanem ennek a mesének az alapja ugye az, hogy az író és a kislány írja ezt a mesét, tehát ez tulajdonképpen szimultán történik, hogy az ő fejükből pattan ki ez a történet, és mindig visszamegyünk a színpadra, amit ők megírnak, megbeszélnek apával. Ja, hogy akkor ő a kislány. És ő bizony, úgyhogy... Te jeleníted meg Lázár Ervin kislány. Igen. Ez egy egyedi rendezés és egy egyedi indítása ennek a darabnak akkor ezek szerint. Nem igaz, én nem láttam ennek a feldolgozását soha, úgyhogy nem tudom pontosan, hogy vitték színre, meg hogy hol. Nem maga az ugrik be nekem a Szegény Johnny és Árnika, úgy indul a mese. Indul a Szegény Johnny, ugye, aki egy szegény, de jókedvű fiú, aki meghódítja Árnikát hatalmas utak kapcsán, ahol bele ütközik a százarcú boszorkánytól kezdve mindenkibe. De akkor így fog ez itt elindulni, vagy úgy indul el, ahogy a Puka a kislányának mesél, és megelevenedik a háttérbe a történet? Hát így, igaz? Igen. Hogy én kezdem, és akkor úgy. Igen. Aha. Na most, Andrea. A táncból olyan szépen lassan kezdesz, hogy a rendezés, és én ennek úgy örülök, mert hogy legalább akkor mennyire lesz ez az mégis mozgásos, mert azért azt nem gondolom, hogy ez teljesen elmarad majd. Maguk azok a koreográfiák, amelyeket tőled megszokhattak a nézők. Hát az, az igazság, hogy én már annyira régóta dolgozom itt Nyíregyházán, ugye ennek most már nagyon sok éve, és hát a Tasnád igazgató úr az, aki ugye nyomon kíséri az én koreográfusi munkáimat, mert mindig javarészt mellette dolgoztam, és hát ő adja nekem ezeket a lehetőségeket, hogy ugye a kabarét is, most már ezt is rendezhetem, meg egy-két más dolgot. Hát jócskán van itt tánc, nem? Van. Az előadásban nagyon sok szép tánc van, mert hát adja magát, tehát egyrészt a történet, meg hát vizuálisan, meg zeneileg ez tovább. Természetesen van egy prózai szövete, de tulajdonképpen a prózai szövete az ő kezükben van. Tehát az író meg a kislány az, aki ezt fölmeséli, ezt a történetet. És akkor megkapunk egy történetet tőlük, és aztán utána van rá egy mozgás, jól gondolkozom? Igen, meséld el, hogy mondjuk az elején hogy van. Tehát, hogy indul ez az egész kis történet? Te kitalálod a neveket, igaz? Igen. Igen, és akkor az apa reagál rá, hogy az tetszik neki vagy sem, és akkor te azt jól megvéded, összeveszik apával egy picit. Modernizált a stílus? Nem. A beszédet illeti? Nem, eredeti, teljesen eredeti a szöveg, annyi, hogy a Sebjánszki Nórával egy picit frissítettünk, vagy levettünk, vagy hozzáraktunk, ahol a történet úgy igényli, de rengeteg benne a humor, eszméletlen mennyiség, a líra, a bája, nem? Tehát a Pali is nagyon vicces, meg nagyon sok vicces van benne, de teljesen eredeti a történet. Miután ez egy mese, gondolom, azért nem csak gyerekeket várunk ide majd megnézni magát ezt a darabot. Hát én azt gondolom, hogy miután a felnőttek mesélik a gyerekeknek eleve a meséket, amit szerintem azért abszolút lehet élvezni. Tehát azért arra az egy órára egy kicsit felszabadulni és elkalandozni egy mese világban szerintem az még egy felnőttnek se árt. Sőt. Itt megmondom, tehát nagyon-nagyon sok benne. A gyönyörű, vizuálisan gyönyörű, ami elsősorban a Lakatos Márknak köszönhető, és egy csodálatos dolgot csináltunk most, hogy a színháznak a raktárából szedtünk elő mindenféle ruhákat, és abból kreálta a márka a jelmezeket, és hát egészen káprázatos, gyönyörűséges, meg vicces is. Mennyire sok a tehát igazából a történetben csak ő a gyermek. Igen. Ugye? Tehát a többiek mind felnőttek már, és a színház színészei játszák, vagy inkább tánc, vagy hogy van az össze? Nem, a főszerepeket prózai színészek játszák, és az összes epizódot, tehát ahova megy ugye a történet, mert ugye jókat megyünk mindenfele, azt pedig a tánckar a színháznak. Tehát, hogy találtál erre a tüneményes kis Melindára? A tüneményes Melindára úgy találtam, van még másik két tüneményes gyönyörűségünk, igen, csak most mi együtt jöttünk. Úgyhogy csináltunk egy castingot. Tehát tulajdonképpen egy kislány van, a Veronika, aki már előzőleg is a Valahol Európában, meg a Sörgyáriban is, meg egy-két darabban már játszott.
ő is egy csodálatos gyermek, és gyönyörűen mond prózát, tehát ahogy a Melinda is, egyáltalán a hangsúlyozása meg az értelmezése nagyon fontosnak tartom, és nagyon szépnek tartom, tehát nem csak mint bájos gyermek van használva, hanem egész egyszerűen a magyar nyelvnek az irodalmi szintű közvetítőjeként. De volt egy meghallgatás, ahol meghirdettük iskolákba, és akkor hát szerintem legalább 50-en eljöttek, ahonnan Melinda kiválasztódott a csodálatos hangszínével is még többek között. Meg kell, speciális, hogy hallgassuk ezt a speciális hangszíne van. Hány osztályos vagy? Engem nagyon érdekel a kis hangja, mert még nem hagytuk szóhoz jutni ezt a kis lányt. Harmadikos. És honnan jöttél, melyik iskolába? Petőfi Sándor általános iskola. Akkor már árultál nekünk minden. És te hogy élvezted ezeket a próbákat? Gondolom, most már azért mindenen túl vagytok, hiszen hamarosan bemutató. Milyen élményekkel gazdagodtál? Hát, nekem tetszik. Ez volt az első ilyen színházi kapcsolat? Igen. Aha. És hogy fogadták otthon? Hogy fogadták a szülők, amikor kiválasztottak téged? Hát, elsőnek úgy volt, hogy felhívtak, és mi az iskolában voltunk korcsolyázni, mama hívott fel minket. És hát nekik tetszett, nekik is. És mi a jobb, korizni vagy színészkedni? Színészkedni. Szerintem mind a kettő. Hát hány próbátok volt? Vagy van? Még hát, azért gondolom egy picit. Mennyi időt vett igénybe az iskola időből mondjuk ez neked? Hát volt, amikor nem voltam iskolába. Hány azért nagyon harcoltak mind a hárman, hogy ki próbáljon délelőtt. De, nem, az igazság, délelőtt elég keveset próbáltunk a gyerekekkel, mert annyira szeparált a színdaraptól, hogy gyakorlatilag csak a Gyuris Tibi, aki az apa, illetve az írója ennek a történetnek, hogy lehetett velük kettesbe próbálni, és akkor azokat inkább estére raktuk. Uh-huh. Akinek ugye könnyű, mert tehát a saját kicsemetével is, gondolom, hogy azért ezt már többször átélte. Abszolút, meg hát azért van egy nagyon-nagyon bájos és helyes humora az egésznek, mert tényleg ott ül egy olyan színész, akinek van ilyen korú gyereke, vagy talán picit kisebb, de hogy ennek a titkát annyira meg lehetett fejteni, hogy hol van egy ilyen apa-lány kapcsolat, Isten. Ebben biztos vagyok, hogy ez Tibinek is ugyanilyen élmény, hogy megérzi azt, hogy mintha az ő gyereke ülne ott, legalábbis azt gondolom, hogy ez biztos, hogy a színpadon is kijön. Ami még nagyon fontos is egyébként, én azt gondolom, hogy kapcsolódik picit ehhez a történethez, hogy a többi iskolás sem hagyja a színház pihenni, mert hogy Lázár Elvin történeteiből illusztrációkat vár. Erről ti tudtok-e valamit? Ha nem, akkor én elmondom. Illusztrációkat vár a színház postafiókjába, a Postafiúk 50, Nyíregyháza Postafiúk 53 ez a címe, és bármilyen témában, ami Lázár Ervin történeteivel ehhez kapcsolódik, rajzoljatok gyerekek, bármilyen méretű képet, és küldjétek be a színházba, és bízom benne, hogy nagyon értékes nyereményekben lehet majd részletek. Ez ide nekem sajnos nincs felírva, hogy mik ezek. Viszont van még erre idő, mert hogy április 20-ig lehet ezeket a rajzokat leadni. Sőt, hát az lenne a jó szerintem, és egy kicsit akkor kössük ide a darabot, hogy ha már a bemutató meg volt, és sokan majd megnézitek, akkor akár a darab kapcsán is lehet elkezdeni rajzolni, mert biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan jelenetek, amit majd érdemes lesz elrajzolni. Én szerintem mindenképp, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy például melyik karakter az, ami különösebben vonzó, mert valóban felmutatja az előadást, tehát ennek a romantikáját, a líráját, a szépségét, tehát az árnikánk az egy balerina tulajdonképpen, tehát annyira gyönyörűen táncol, de van benne nagyon vicces figura is, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy a rajzokból mi lesz, meg ki mit szeret a legjobban. Mesekönyvek körül lehetett látni, biztos Melinda is látta a mesekönyvet, a Réber László gyönyörű rajzait, hogy árnika, szőke lányka, hosszú copfokkal, itt is így fog kinézni a színpadon. Nálunk gyönyörű rózsaszínű balerina. Rózsaszín balerina, hát azért a tánc itt is jelen lesz. De vannak focistáink is. Focista, ők hogy jönnek ide a képbe? Hát a Johnny, amikor rá kell menjen, ahogy a százarcú boszorka elvarázsolása miatt, úgyhogy ott három próbatételen kell, és akkor ő megváltja ott az ipi apacsékat, és azokból isteni focisták lesznek. Minden van. Milyen nyíregyházi színészek tűnnek még fel ebbe a darabba majd? Hát a szereposztásos mondjam el. Hát úgy nagyon hát, nem is teljességében, de azért tulajdonképpen a fiatalok, tehát a javarészt dolgoztam, a Noémivel is, Pásztor Pállal is dolgoztam, már Gyuris Tibivel még nem dolgoztam, Árnikával se dolgoztam, ő, aki a Rómeos Júliát játszott az évad elején, azt hiszem, akkor volt ez repertoáron. Gyuris Tibi van, apa, ki van még, aki?
Szegény Johnny. Ja, és hát Johnny. Szegény Johnny. Vele se dolgoztam még, de páratlanok. Tehát annyira bájos, olyan, tényleg olyan az egész, mint egy rajzfilm. A bemutató közben... ugye, bocsáss meg, hogy 16-án. Igen, lesz, most szombaton. Most van 8-a, tehát még van egy hét, akkor a főpróba hét következik, ilyenkor a legfeszesebb. Mennyire, hogy érzed, hogy mennyire kell még csiszolni, mik azok az apróságok, amiket még ki kell finomítani, hogy tökéletes legyen ez a 16-ai nap? Nagyon szerettünk próbálni, nagyon jó volt próbálni, nagyon vicces, tehát rengeteg humor volt a próbák alatt, nem? Sokat, nagyon sokat nevettünk. És tulajdonképpen készen van. Tehát most már csak fel kell öltöztetni, be kell világítani a dolgot, tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon, nagyon az útján van. És köszönjük szépen, és indul a darab. Nagyon köszönjük, és egy kalappal. Bizony, bizony.